Az 512 diákot számláló általános iskolában a tanítás szerbül és magyarul folyik. A korszerűsítést már a nyáron megkezdték, amikor a tanintézmény épületében gyors internethálózatot vezettek be, mely nélkülözhetetlen a digitális oktatás zökkenőmentes alkalmazásához. Ehhez kapcsolódóan a pedagógusok többsége korszerűsítéssel kapcsolatban továbbképzésen vettek részt. A hagyományos taneszközök helyett a jövőben mind többet használják majd a tudás átadásához a számítógépek segítségét. Az új rendszerrel a tanítás és a tanulás is hatékonyabb, érdekesebb, sikeresebb, vélik a tanárok és a diákok is egyaránt. A hetedikes Horváth Dea azt mondja, hogy a vizuálisan prezentált tananyagot könnyebben megtanulják. Több tanteremben van már monitor, és sokat tanulunk róluk. Mi nagyon szeretünk onnan tanulni, mert meg szoktunk nézni ilyen videókat, meg képeket is. Tehát nem a hagyományos tankönyvekből tanultok, Dea, hanem digitális oktatás résztvevői vagytok. Igen, ez így van. Miért érdekesebb ez neked? Hát a könyvek már régebbiek, meg minden, és a digitalizáció meg már új, és akkor ez érdekesebb sokkal. Melyek azok a tantárgyak, amelyek keretében több órán is alkalmazzátok az internetet? Angolon, biológián, műszakin is, mert ottan is meg lehet nézni az interneten sok mindent, hogy néznek ki a gépek, műszerek, amiket tanulunk. Mi a te véleményed, és mi az osztálytársaidnak a véleménye arról, hogy így könnyebben megy a tanulás? Igen, sokkal könnyebben, könnyebb megtanulni, de szerintem ők nekik is így jobb. A nyolcadikos Kovács Attila többi között azt is megjegyezte, hogy az iskolában vannak kabinetek, melyek még nincsenek eléggé felszerelve. Nekem ezek az új sok nagyon tetszenek az iskolában, de vannak még mindig termek, amiben nincsen még se laptop, se komputer, se projektor. Az internet az be lett szerelve az iskolába. Az igen, de hát nem bírjuk használni laptopok nélkül. Attila, melyek ezek a kabinettek, amelyeket még fel kell szereltetni? Hát például itt van a matek kabinet, meg akkor nyelvkabinetekben még mindig nincs semmi. Már az angolra gondolsz is a magyar nyelvkabinetre? Igen. A többi a fizika, kémia... Hát ottan van. Zenekabinet, műszaki oktatás. A zenekabinetben és a műszaki oktatás teremben ott van projektor is, meg laptop is. Hát ott most elég jó lehet tanulni. Milyenek az órák a korszerű berendezések mellett, és milyenek hagyományos módon? Hát a korszerű berendezések mellett sokkal jobban, mert jobban is odafigyelnek. Ottan könnyebb is mindenkinek. Miért könnyebb nektek, tanulóknak? Azért, mert vizuálisan lássuk az egészet, nem csak úgy táblán nagyjából lerajzolva, hanem igazából is. Ez tetszik is, meg hát például műszaki oktatásból is az alkatrészeket jól meg lehet látni, minden. Mit szeretnél a jövőben, te is, az osztálytársaid, a kortársak, hogy a digitális oktatás az jelen legyen minden kabinetben? Hát jó lenne, ha minden kabinetben jelen lenne digitális oktatás. Azért, mert is sokkal könnyebb a tanulás, meg hát érdekesebb is. Vujovics Edit, az iskola angol szakos tanára részese volt az augusztusban sorra kerülő digitális oktatással kapcsolatos kétnapos szakmai képzésnek. A digitális tanterem használatáról tanulhattunk. Ez az oktatás két részből áll, azon kívül, hogy az oktatáson részt vettünk. Van még egy része, amikor nekünk kell írnunk egy óravázlatot, amelyben a digitális eszközöket használjuk. Azok a tanárok, akik részt vettek az oktatáson, kapnak egy laptopot és egy kivetítőt, amit a saját tantermükben használhatnak, és amit a saját tantermükben fognak beszerelni. Az ön kabinetjében, pontosabban az angol kabinet rendelkezik már laptoppal, vagy akár hagyományos számítógép? Hagyományos számítógépünk van, internet hozzáférésünk van, és nagy képernyős tévénk van, amit arra használok, hogy a gyerekeknek azon szoktam videókat, vagy PowerPoint prezentációkat mutatni. Persze egy laptop meg fogja könnyíteni nekünk a munkánkat, mert ez a számítógép egy picit már azért mégis régi, és nagyon örülünk az új laptopoknak, és nagyon örülünk az új kivetítőknek. Gondolom, hogy sokban meg fogja könnyíteni a mi munkánkat, és a gyerekeknek sokkal érdekesebb lesz így követni a tanítást.
Erről meséltek a tanulók is, hogy nagyon tetszetős nekik a digitális oktatás, hiszen sokkal könnyebb a tudásszerzés. Könnyebb a tudásszerzés, és a gyerekek aktívabbak órán, mert ezekhez a generációkhoz közelebb áll a digitális világ. A gyerekek nagyon szeretnek interaktív feladatokat csinálni, nagyon szeretnek olyan csoportmunkában részt venni, ahol kijönnek, és ahelyett, hogy a táblához jönnének ki, most kijönnek a laptophoz, és kattintással csinálják meg a feladatokat. Ez nekik nagyon érdekes, mert odahaza is számítógépeken játszanak, tabletokon játszanak, és ezért a tanulást inkább úgy élik meg, mint egy játékot. Mindehhez gyors internetre is szükség volt, amelyet a Törökbecsei Millő Csiplik általános iskola épületében a nyáron szereltek be. Igen, a nyáron kaptunk gyorsabb internetet, és ez észre is vehető, mert tényleg gond nélkül letöltünk, vagy gond nélkül lejátszunk olyan tartalmakat, amire szükségünk van azon az órán. A tanintézmény gyors internettel, laptopokkal, valamint kivetítőkkel gazdagodott. Több pedagógus is reménykedik abban, hogy a kabinetjét felszerelik ezekkel az oktatási eszközökkel. Mi az, ami hiányzik még? Őszintén hiányozna még egy pár számítógép vagy laptop, és a gyerekek nagyon szeretnék, ha mindannyiuknak lenne egy-egy laptopja vagy tabletja, hogy az óra teljesen digitális módon folyhasson, és a gyerekek tankönyv helyett tabletot nyissanak ki. Biljana Bányac, a Törökbecsei Millője Csiplik általános iskola igazgatója elmondta, hogy az újítások az Oktatásügyi Minisztérium támogatásának köszönhetően valósultak meg. Azt is megjegyezte, hogy a bánáti falu tanintézményeinek dolgozói rendkívül örülnek annak, hogy idei évtől ők is részesei lettek a 2000 digitális tanterem nevű programnak. Tosszú fáze a digitalizáció, szledejös fáze, prema određenom ritmu i tempu, koje diktira ministarstvo prosvete. A digitalizálási folyamat szakaszokban történik, pontosabban az Oktatásügyi Minisztérium terve alapján. A gyors internet mellett új eszközökkel is gazdagodtunk, melyre igazán szükség mutatkozik, hiszen ahhoz, hogy a korszerű tanítási folyamat sikeres legyen, elmaradhatatlanok a technikai berendezések. Új laptoppal gazdagodik majd az elsősök tanterme, melyből 3 van. Ugyanakkor a nyelv, a matematika, a fizika kabinet, valamint a speciális tagozat tanterme is. A projektorok egyike a zenekabinetbe lesz felszerelve, hiszen ez egy olyan tantárgy, illetve művészeti ág, melynek fő célja a gyerekek kreativitásának fejlesztése. A többi eszközről szükség alapján hozunk majd döntést. A nyári szünetben a tanintézményünk 15 pedagógusa vett részt szakmai képzésen, melyet szintén az Oktatásügyi Minisztérium szervezett. Az előadók az úgynevezett ZOV, pontosabban az Oktatási és Fejlesztési Intézetből érkeztek, akiktől igazán sokat tanulhattunk. Abban reménykedünk, sőt meggyőződésünk, hogy a közeljövőben az illetékes minisztérium biztosítja majd mindazt a korszerű oktatói eszközt, melyre még szükségünk van. A digitális oktatás bevezetését lépésről lépésre folytatjuk, ami azt jelenti, hogy a tervek alapján 3-4 év múlva a tanulóink a hagyományos tankönyvek helyett digitális könyveket és táblagépeket is használnak majd. Možda za 3-4 godine da učenici pređu potpuno na digitalne učbenike i da koriste tablete. Az igazgató azt is hozzáfűzte, hogy a tanintézmény informatikai kabinetje is kap 24 új számítógépet hamarosan.